Köszöntöm Önöket, Laza Bori vagyok. A tegnapi nap lemente sokakat a természetbe hívott, sokakat fotózásra buzdított, például Takács Zétény Koppányt is, aki Kiskörösről küldte nekünk vérvörösen izzó fotóját. Cseke László pedig Budapesten örökítette meg a nap utolsó sugarait. Köszönjük szépen mindkettejüknek. További érdekes időjárással kapcsolatos fényképeiket várjuk Önöktől is a megszokott címre. meteorfotókukac.mtva.hu. És bizony a mai napon akár ennél jóval érdekesebb, jóval izgalmasabb felhőket is fotózhatunk, hiszen akár zivatarok is kipattanhatnak az érkező hidegfront nyomán. A hidegfront mögött egyébként jóval hűvösebb levegő érkezik hozzánk, 15 fokot visszaesik a hőmérséklet, de ez csak átmeneti lesz. A hidegfront miatt pedig csapadékra is számítanunk kell, de ez is csak átmeneti lesz, hiszen mögötte ismét anticiklon épül ki, vagyis folytatódik a szárazság. Ma a délutáni órákban alapvetően fátyolfelhős lesz az égbolt, fátyolfelhők szűrik a napsütést, majd a késő délutáni óráktól kezdve észak felől megvastagszik a felhőzet, és ahogy említettem, északi irányból egyre több felé készülhetünk záporokra, esetleg zivatarokra is. Legnagyobb valószínűséggel ezek északnyugaton, a Kisalföld környékén, valamint a főváros környezetében fordulhatnak elő. A nap első felében pedig Erdély, Székelyföld területén még kisebb eső zápor előfordulhat. A napsütés viszont ide is visszatér, inkább fátyol felhős idő várható. A csapadékzóna majd az éjszakai órákban halad dél felé. A front előtt pedig délnyugati lesz a légmozgás, több felé megerősödhet, majd ahogy megérkezik a front, északnyugatira vált és viharossá fokozódik, zivatarok környezetében is viharos széllökésekre számíthatunk. A hőmérséklet túlnyomó részt 20 és 26 fok közé emelkedik, délen lesz pár fokkal melegebb. A folytatásban pedig jelentősen visszaesik a hőmérséklet, mindössze 9 és 13 fok között lesznek a csúcsértékek kedden, és szeles időre számíthatunk, vagyis ez tovább rontja majd a hőérzetet. A front egyébként dél-délkelet felé elhagyja a térséget, a déli-délutáni órákra ismételten kisüt a nap. A következő napokban is a napsütés lesz a meghatározó, és azt is láthatjuk, hogy fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön, pénteken 24-25-26 fok is lehet helyenként. A szerda hajnal azonban kimondottan csípős lesz, a fagyzugos helyeken akár mínusz 6 fok is lehet néhol. Kedves nézőink, most köszönöm figyelmüket, kellemes ünnepet kívánok, viszontlátásra!